Hello, sziasztok! Mai nap a Petszákkel nevezeti labdarúgó játékot szeretném nektek bemutatni. És hát akkor vágjunk is bele. Tehát azt megtalált az ikon, hogy már feltelepítettük a játékot egy focilabda, és megnyitja ezt a csodálatos ablakot, melyen a játék menüpontra kell kattintani. A játékot lengyel tervezők készítették, pontosan a Techland Software Publisher hozta létre, és csodálatos. Lesz is létre kell hozni egy profilt, én már létrehoztam ennyit, és kezdődhet is a játék. Található itt multiplayer funkció, hogyha többen szeretnék játszani. Tehátok itt különböző extrák, melyeken pályákat lehet nyerni, a különböző meccseket lehet vívni, de ezeket természetesen állokkolni kell. Különböző bajnokságokat is lehet játszani, de ez sok időt igényel, úgyhogy ezt most inkább kihagyjuk. Itt ki tudunk lépni a játékból, itt be tudunk állítani az egyéb funkciókat. Például mi hosszú egy meccs, 2 perc, vagy milyen kamerállásba vegyük fel, vagy milyen nehézségű legyen. Irányítások, egyéb felbontási beállítások, tökéletes. És hát akkor nézzük is a meccset. Petszakkerbe különböző való életben is létező futballcsapatokat paradizáltak ki, állatok főszereplésével, például itt van Deportivo La Chicana, ami a spanyol első osztály Deportivo La Coruña-nak a csapatát paradizálták ki, vagy például Frogom Leverkusen, a Bayern Leverkusen, FC Dortmund, a Barcelonát, Ajax Panterman, Ajax Amsterdam, Schalke, AS Roma, és itt még felnyithatunk újabb csapatokat, ha ilyen különböző fajta bajnokságokat nyerünk. Akkor állszok ki a csapatok. Első meccset az AS robotokkal fogom bírni. És csapatok hagyományos dressznél, hogy az ellenfél ez legyen. Ők a Schalke, és ők pedig legyenek el. Nincs van az eredeti mezők, pedig legyek fehér mezben. Jó. A meccsen 7-7 játékos vesz részt, és mindig különböző pályákkal játszák. Mozgathatjuk a kamera beállítást, természetesen. Egy mai meccsbírója egy béka, úgy tűnik. Ez a pálya modell, ez az űrhajós, ez az robotok otthoni pályája, tehát most az, hogy pályán játszok. De nem én kezdem a meccset. És hát akkor kezdődjük is. Passzolgatnak különféle cápák. Jó, megszereztem a labdát, megpasszolom, és úgy már rúgtam soha elő, csak sajnos elvették a labdát tőlem. Nagyon félgetnek ezek a kis cápák. Jaj, ne. De igen, és távol lövés. Ó, mellé. Visszajátszás, hogy pontosan hogyan is rúgtam mellé. Hát azért jóval arra jövett. Most a cápák jönnek kirúgással. Hopp, egy pontos labda, és ők rúgnak rá. Hú, ezt megúsztam. Látjuk visszajátszásban, hogy nem sokkal ment fölé a labda. Akkor kapok a felső szépattad ki, és itt meg bevakosodik, és ott marad a levegő. Akkor gyors kirúgás, nem fél az ellenfél. Jaj, véletlenül rúgást nyomtam meg. Jaj, hú, ezt megint megúsztam. Akkor most sikerülni fog. Igen. És itt ne jött véd az ellenfél kapusa. És mellé rúgtam. Hú, szögletre majdnem kiment a labda, de mégsem. Egy hirtelen szuper erejük lett a cápáknak, szóval hogy kihasználják. A játék során különböző szuper erőket is kaphatnak a cápák, például szuper gyorsaságot, ha most kihasználják, de mégsem. Én visszaszerzem a labdát.
meg tudom nyerni. Na. Hát igen. És passzolgatok. Jó lenne már egy gól. Ugye vége a fél időnek. És egy kapura lövés megint mellé. Akkor nézzük, most előre passzolj. Megpróbáljuk meg egy oldalsor lövéssel. És bevatt a gól. Vezetek 13 másodperc a fél idő vége előtt. Ez úgy is volt, bepasszolta, igen. És egy megpattan lövés. Becsapta a cápák kapusát, 1-0-ra vezetek. Akkor nézzük tovább a játékot. Csak bírjam ki ezt a maradék 10 másodpercet. Igen. Neki kapra a lövés beleférhetne. Most már nem. Vége a fél időnek, csapatok az öltözőben vonulnak. Természetesen nincs itt. És hát akkor folytassuk a játékot. Mutat mindenféle statisztikát. Nekem 4 lövésem volt kapura. 64%-os labdabirtoklás. És 0 szuperőt használt egyaránt mindkét csapat. Akkor kezdjék a második fél idő. Azt hiszem most már én kezdem. Talán igen. Igen, a robotok kezdik. Távol lövés, bőven mellé. Nézzük tovább a játékot. Igen, megy a labda. Visszaszerzem, és a fejes. És a gól. Fejes gólt szereztük. Ugye itt lehet látni, hogy kiviszem a szél, beadja, és gól. Egy hihetetlen fejes gól, nagyon szép találat volt ez a robotoktól. Távol lövés, de bőven mellé vett. Most kéne egy jó passz. Kiviszek ezt a labdát. Szápájt, igen. Igen, nincs előtte senki. Ezt végig lehet passzolgatni. És gól, 3-0. 3-0-ra vezetnek a robotok. És vissza lehet nézni. Előre passz, balra passz, jobbra, középre, és a kapus megint tehetetlen. Azt hiszem, ez tetemes előny, nem hiszem, másfél perc alatt be tudják hozni. Cápák, távol lövés. Ez már csak havad lett volna a tortán. Ezt kihagytam sajnos. Távolnak a cápák. Hoppá! Ők is tudnak volt lenni, gyönyörűk volt. Szépen berúgta sajnos. Kapu felső, a felsőt kapufa, nagyon szép. Még átsorolott a gólvonalon, de megadta a bíró. Ki kell védekezni a maradék pár egy percet, de inkább támadjunk, hátraljon még valami kis gól. És nem kapufa. Kapufa. Jaj, nem szabad hagyni a cápákat. Még egy szuper lövésem összegyűlhet. Elég gyors vagyok. 40 másodperc van ott a mérkőzésben. Ekkora gólt lőttem, de atya úristen. 4-1-re vezettek a robotok. Ott egy beadás, és ott egy hihetetlen nagy gól. 4-1. Fél percem maradt, és megmaradt egy szuper lövésem, és azt mindenképpen meg szeretném mutatni nektek. Tehát
vannak különböző szuper effektek, hogyha elég közel kerülünk a kapuhoz, és kihasználjuk ezt az effektet, akkor olyan dolgokat öltünk, mint például ez. Nem, mégsem. Mert máskor volt kell megnyomni. Nem emlékszem, hogy önmerem megmutatni. Nyolc másodperc hatán be tudok rúgni egy ilyen szuper lövést. Igen, és utolsó másodperc, és egy szuper lövése, 5-1. 5-1-re győzelmesét tudnunk. 5-1-re nyelnek a robotok, hát ez micsoda? Szuper erős bomba. Nagyon szép gól. Mondom, másodperc, ez még középkezdés a cápáknak. És a bíró lefújja a mérkőzést. Nyertek a robotok. Hát igen, nem semmi győzelem. 14 kapulövés, ellenfélnál csak 6, 62, 38% és egy szuper lövés, amelyek is utolsó másodpercében. Hát, röviden ennyit a percekkel zöltő játékról, remélem, hogy ti is élvezni fogjátok is, hogyha kipróbáljátok. Én Marsoska voltam, és hát köszönöm a figyelmet még egyszer. Sziasztok!